Mózes második könyvének a 17. fejezetéből idézek néhány verset, a 9-től a 13-ig. Ez 5 vers, ha jól számolom összesen, ugye a 9 is benne van, meg a 13 is. Bocsánat, tehát Mózes második könyve 17. fejezet 9-től 13-ig, és miközben keressük, meg majd vetítjük, egy tanács itt az idősebb ifjaknak, hogy amikor meghallottok egy ige helyet, már lehet gondolkozni, hogy hova tegyétek. Mózes második könyve az minek a könyve? A kivonulásnak, az Exodusnak a könyve, tehát Izrael elhagyja Egyiptomot. A 20. fejezet itt miről szól? Nem tudom, emlékeztek-e rá ebben a könyvben. A 10 parancsolat, így van. Az a Sínainál van. Tehát, és az az elején van. Tehát még oda sem értek. Tehát amit most olvasni fogok, ezért mondtam el, az előbb van. Tehát rögtön, hogy kiérnek Egyiptomból, épp hogy elhagyják Egyiptomot, átkelnek a Vörös-tengeren. Azt hiszem a 15. fejezet, hol emlékszem, a Míriám éneke. És utána történik az, amit most olvasok. Tehát a legelején a pusztai vándorlásnak, 9. verstől olvasom. És mondta Mózes Józsuénak, válasz nekünk férfiakat, és menj el, ütközzél meg Amálekkel. A 8. vers mondja, hogy mert hogy ők támadtak először, tehát ez csak válasz. Holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálcája a kezemben lesz. És úgy cselekedett Józsué, amit mondta neki Mózes, megütközött Amálekkel. Mózes, Áron és Húr pedig felmentek a halom tetejére. És lőn, amikor Mózes felemelte a kezét, Izrael győzött, azaz győzelemre állt a csatában, mikor pedig leeresztette a kezét, akkor Amálek állt győzelemre a csatában. Mikor azért Mózes kezei elnehezettek, követ hoztak és alátették, hogy arra üljön. Áron pedig és Húr tartották az ő kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik, és felemelve maradtak a kezei a nap lementéig. Józsué pedig leverte Amáleket és az ő népét fegyver élével. Azaz eldőlt a csata az ő javukra, és így lett vége. Hát nem tudom, mennyire emlékeztek erre a történetre, szerintem aki egyszer olvasta, az biztos emlékszik rá, mert hasonlót sem olvasunk sehol. Tehát ez annyira egyedülálló a maga nemében. Ugye ez Izraelnek az első győzelme. Ha megkérdezném, hogy miről szól ez a történet, ez Izrael első győzelme, miután kijöttek Egyiptomból. Aztán azt is mondhatnám, hogy arról szól, hogy Józsué már akkor is ugye szakembernek számított, mert őt bízták meg a katonai feladatok vezetésével, ahogy később is, és majd a honfoglalásnál is. De hogyha így mindent figyelembe vesztek ebben az igében, akkor szerintetek mi a súlypontja ennek az igének, amit felolvastam? Miről szól ez igazán? Ez nem a hadműveletről szól, nem? Ez az? Imádságról szól. Az imádság erejéről. Erre mondtam a fiataloknak, hogy ezzel folytatjuk, hogy van értelme az imának. Számít, hogy imádkozunk, arról szól ez a történet, azt illusztrálja, meg miről szól, hogy az is számít, ha nem imádkozunk. Tehát oda-vissza definiálja, ha lehet így mondani. Van egy ilyen mondat, olyan, amikor Ellen White-tól olvastam, nekem nagyszerű, azt mondja, hogy imádságra olyan dolgok történnek meg, amik különben nem történtek volna meg. Mi azt hiszük, hogy Isten úgyis hatalmas, mindent lát, mindent eligazgat, nincs arra szükség, hogy milyen dolgokat mondjunk neki. Nyilván arra nincs szükség, hogy instruáljuk, de kérhetünk dolgokat. Még egyszer mondom, imádságra olyan dolgok történnek meg, amik különben nem történtek volna meg. Különben mi értelme lenne az imádságnak? Nem, hogyha nincs semmi hatása, ha nem bír kihatással. Nézzük meg közelebbről ezt a történetet. Kik vettek részt ebben a küzdelemben? Hát ott van Józsué, róla már beszéltünk, meg az a csapat, akiket kiválasztott. Itt hadd mondjam, ugye, hogy őki kellett választani. Ha belegondoltok ebbe a helyzetbe, ez egy rabszolga nép volt több száz éve. Kijöttek Egyiptomból, átélték a Vörös-tengeri átkelés csodáját, ami egy természet fölötti csodája volt az Istennek, de ők fizikai harcot még nem folytattak, és most belekényszerültek. És Isten azt mondta Mózesnek, és ugye, utána Mózes így instruálta a csapatát, hogy Józsué válasszon ki embereket, akiket alkalmasnak tart erre, mert nem mindenki alkalmas, és ezzel a frissen alapított kommandóval, vagy nem tudom minek mondjam, ütközöm meg az amálekitákkal. Tehát ott volt Józsué az embereivel, ott volt Mózes, csak nem ugyanott. Ugye Mózes hol volt? Fenn egy halmon. Nem tudom, láttatok-e filmeket mondjuk a napóleoni háborúk idejéből, azért mondom ezt, mert az hasonló még, ugye az újkor az már nem annyira, hogy a hadvezérek egy magaslaton elfoglaltak egy
ilyen harcálláspontot, vagy nem tudom, minek mondjam, és akkor onnan ráláttak a harcmezőre, és akkor instruálták a csapataikat különféle jelekkel, kürtjelel, meg zászlóval, tudom is, hogy ki támadjon, ki vonuljon vissza, tehát hogy elérjék a kívánt célt. Mózes ugyanezt a pozíciót foglalta el fenn egy magaslaton, csak hogy ő nem adott semmilyen instrukciót Józsuénak, nem olvassuk. Józsuéra rá volt bízva, hogy lenne a csatatéren, a saját belátása szerint vezényelje és vezesse a harcot. Mózes miért ment a magaslatra? Hát azért, hogy onnan a legfőbb főparancsnokhoz intézzen üzenetet. Ugye hát imádkozott, most már elárulom, bár majd erre még visszatérünk mindjárt. És kik voltak még ott? Ott volt még Áron és Húr mellette, tehát nem egyedül volt. Láttuk, hogy volt nekik is szerepük, majd mindjárt kitérek rá, és az a lényeg, hogy ezek közül a szereplők közül senki sem lehetett a másik helyén. Tehát mindenkinek megvolt a maga helye, a maga feladata, a kegyelmi ajándéka szerint. Mózes nem ment le vezetni a harcot, Józsué nem imádkozott, Húr nem volt Mózes helyén, bár nagyon közel volt hozzá, de mégsem. Ugye, miért rátérnénk az eseményekre, hadd kérdezem meg tőletek, hogy kik voltak ezek az amálekiták, emlékeztek rá? Találkozunk velük máshol is. Tehát azt mondhatom, hogy jóra való népek nem voltak. Ugye később azt olvassuk, erre az esetre hivatkozva, amennyire én értem a Bibliát, hogy megtámadták Izraelnek a gyönge utóvédjét, akik lemaradtak a gyengéket, és erre válaszul támadott vissza Józsué. Isten megbízta Sault egy esetben, ha emlékeztek rá, hogy írtsa ki az amálekitákat ezért. Tehát ők, ha úgy tetszik, a duplán kiirtásra ítélt nép voltak. Saul ezt pótvizsgaként kapta, ha emlékeztek. Ez volt az az eset, amikor meg kellett volna ölnie mindenkit, és megtartotta az állatokat, meg az amálekiták királyát. Így emlékeztek rá, ugye? Tehát egy elég híres eset. Ők voltak azok. Gedeon, amikor harcol, az amálekiták alkotják az ellenfélnek az egyik csapatát, ugye, mert ez egy szövetség volt akkor, tehát később is találkozunk velük. És nagyon úgy tűnik, hogy esküt ellenségei voltak Isten népének, és figyeljétek meg, ezért is hangsúlyoztam az elején, hogy amikor kijöttek Egyiptomból, Isten ennek a csoda révén kivezette őket Egyiptomból, akkor megjelenik egy nép, és rögtön derékba támadja őket. Én megkockáztatom, hogy ahogy Izrael Isten népe volt, az amálekiták úgy voltak a sátán eszközei az Isten népe ellen. Mi ezt már nehezen tudjuk elképzelni, mert szétszórva érünk a világon, nem alkotunk egy egységes nemzetet, de a zsidóság a túléléséért küzdött fizikailag sok esetben, mert sátán fizikailag akarta megsemmisíteni őket. Ez kicsit olyan volt, mint később mondjuk a huszita háborúk. Ezek voltak tehát az amálekiták, és ez egy olyan küzdelem volt, mintha egy fizikai küzdelemben testesült volna meg a nagy küzdelem az Isten népe között, és az Isten népének az ellenségei között, sátán között gyakorlatilag. Az ő eszköz. Ugyanúgy a sátán népe volt az amálekiták, hogy Isten népe volt Izrael. Isten jónak látta feljegyeztetni Mózessel ezt az alkalmat, ugye ihletés alatt, de nem csak arról számolt be Mózes, hogy helyzet van, csata lett, és ők győztek, ez lett volna ugye egy egyszerű híradás a hírekben, hogy mi történt, hanem Mózes arról is beszámolt, hogy hogyan történt. És nekünk ez az igazán izgalmas. Ugye milyennek az érdekessége, mi áll a középpontban? Hát a röviden mondanám az, hogy a Mózes kezének a pozíciójától függött az, hogy hogyan alakul a csatamenete, olvastátok velem együtt. Ha felemelte, Izrael győzött, ha leengedte, az amálekiták. Ezt a matekben erős korrelációnak mondják, egyes korreláció, hogy mindig az történik. Tehát ha felemeli, mindannyiszor Izrael győz, ha leengedi, mindannyiszor az amálekiták győznek. Mi volt a Mózes kezében, hogy ez ennyire hát erősen meghatározta a csatamenetét? Figyelem, ez megtévesztő is lehet ez a kérdés. Valami tényleg volt a kezében, nem? Emlékeztek rá, mi volt a kezében? Nézzétek meg. Az a pálca, az a bot, amivel a Vöröstenger is szétnyílt. Tehát látszólag a bot emelgetése okozta a különbséget. Miért gondolom azt, hogy ez mégsem igaz? Mert amikor elfáradt Mózes, akkor mit csinált? Nem átadta a botot Húrnak, hogy most egy kicsit te tartsad, aztán meg Áronnak, hanem maradt Mózes ebben a helyzetben, és támogatták és segítették. Én azt mondanám, hogy Mózes kezének a magas bemelése nem annyira a bot állt itt a középpontban, nem azon múlt, hanem miért emelték a kezüket régen az emberek? Mi volt ez, amire az előbb utaltam? Ez egy
Így van, köszönöm, ez egy imádság volt. Ez az imádság helyzete, testhelyzete volt. Mózes úgy vett részt a küzdelemben, hogy nem, mint a hadvezérek, hogy mondta, hogy mit kell csinálni, az a Józsué dolga volt, hanem ő azért imádkozott, hogy az ő népe kapjon mennyei támogatást lent. És valahányszor imádkozott, mert fenn volt a keze, megkapta a népe a támogatást. És amikor már nem bírta tartani, akkor meg, hát, fordult a kocka. Persze erre valaki mondta, hogy hát hogy nem bírta tartani a kezét. Nem tudom, volt-e már valaki katona közületek, én mindenféle gyakorlaton részt vettem, meg ilyen díszbe álltunk, meg nem tudom, esküdtételhez sorakoztunk. Figyeljetek, ha egy kicsit így tartjátok a kezeteket, nem tudom, egy fél óra vagy egy órát kibírtok-e, úgyhogy nincs benne semmi, tehát nincs súly. Nem bírja az ember, a vérkeringése is megváltozik. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog. Itt is ez történt, elnehezedett a keze, és mi volt a megoldás? Ahogy mondtam az előbb, hogy nem a botom múlt, mert akkor átadhatta volna a botot. Nem is az, hogy most akkor imádkozzon Húr, vagy imádkozzon Áron, Mózesnek kellett imádkozni, méghozzá így ezek szerint. Halkan teszem hozzá, hogy nekünk nem mindig kell így imádkozni, ugye az Ároni áldást is akkor is, amikor mondjuk én is felemelem a kezem. Abban az időben imádkoztak így, van, amikor nem volt erre mód, emlékeztek, amikor Nehémiást megkérdezi a király, hogy miért szomorú az orcája, akkor ő nem kérhetett időt, hogy elvonul és letérdel, magában felfohászkodott. Itt is látjuk, hogy mi történt, emlékeztek rá, hogy ugye Áron meg Húr hozott egy követ, hogy Mózes le tudjon ülni, tehát ülve imádkozott tovább, de felemelt kezekkel, és ők fogták a kezét, úgy tudom elképzelni, hogy ült Mózes, és akkor ők így tartották a kezét, és nem így tartották, tehát, hogy alulról megtámasszák, hogy így mondjam. Tehát kerestek egy olyan helyzetet, amit Mózes is bírt a nap végéig, és ők is. Úgy tűnik, hogy minden ezen múlt, az imádságon múlt, és mire tanít ez bennünket, és nem tudom, hogy ti már megfigyeltétek ezt korábban, amikor ezt a történetet olvastátok, hogy szerintem a Bibliának egyetlen szakasza sem tanít bennünket az imádságnak a hatásos voltára, az erejére annyira, mint ez a szakasz. Megmondom miért. Mert a legtöbb esetben mi azt olvassuk, hogy mondjuk, hogy jó esetben megtörtént az, amiért imádkozott valaki, amiről a gyerekekkel is beszéltem az előbb. De ez mit mutat nekünk? Nem az, hogy mi lett a vége, azt is meg tudjuk a történetből, hanem azt mutatja, hogy hogyan alakult a csata menete annak a függvényében, hogy Mózes tudott-e imádkozni, vagy nem. Ez a történet azt mutatja meg nekünk, hogy ebben a nagy küzdelemben, amiben mindnyájan élünk, a segítségül hívásnak, az imának az a jelentősége, hogy amikor imádkozunk és buzgók vagyunk, akkor a mennyerői megelevenednek, belefolynak a küzdelembe, és amikor lankad az imánk, lehet, hogy nem fizikailag fáradunk, majd erre mindjárt vissza is térek, akkor a mennyerői valamiért nem vesznek részt olyan mértékben a küzdelemben. Egyébként halkan jegyzem meg, hogy az Isten megtehette volna, hogy Mózestől teljesen függetlenül egy menetbe levereti Józsuéval őket, nem? Tehát nem lett volna szükség, nem függött látszólag Isten az imától, de mégis valamire ezzel tanítani akarta őket is és minket is. Sehol nem mutatkozik meg az imádság ereje ennyire szemléletesen, én azt gondolom a Bibliában sem, mint ebben a történetben. Mi van, ha imádkozol, és mi van, ha nem? És ennyi múlik rajta, és szemmel látható volt a dolognak ez a fajta lüktetése, és egy véres csatában. Annyit hadd tegyek még hozzá, bevallom, ezt már máshol is tartottam, de még nem került adásba, tudtam, azért bátorkodtam itt is beszélni erről, mert fontosnak tartom. És valahol az egyik reflexió az volt, hogy igenis, hogyha Mózes így imádkozott a dombtetőn, akkor Józsué és az emberei lentről jó eséllyel láthatták azt, hogy most éppen hívják az Istent segítségül. És milyen lehetett nekik azt látni, amikor fordult a kocka, ugye ez egy valóságos küzdelem volt, ne felejtsétek el, tehát nem egy elméleti sakkozás, hogy imádkozunk, aztán úgyis megtörténik. Véres küzdelem dúlt, és amikor érezték, hogy rájuk nehezedik a nyomás, akkor nézhettek fel a dombra, hogy mi van, mi lesz. És amikor látták az, hogy Mózesnek nincs fenn a keze, de miért nincs? És aztán megoldották, és újra fenn volt a keze, és akkor megint ők álltak győzelemre. Nekünk nehéz elképzelni azt, amikor fizikailag vagyunk kiszolgáltatva. És nem úgy, hogy baleseteknek vagy emberi rosszindulatnak, hanem itt sátáni erők küzdöttek az isteni erők ellen. Félelmetes lehetett ezt lent is átélni, és lent ők csak azt tudták megtenni, hogy harcolnak. De hogy hogy alakul az ő harcuk eredménye, az függött a fentiektől, ott a dombtetőn. Benne van ebben a történetben az is, hogy nem szabad feladni, nem szabad elfáradni. Ezért kérdeztem az előbb különben a gyermekeinktől is, hogy volt-e úgy, hogy várni kellett az imának a teljesülésére. Hát titeket nem szavaztattalak, de úgy az arcotokon láttam, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Van, hogy nekünk is várni kell, nem?
Most idézek valakit, akinek várni kellett, úgy hívják, hogy Dániel, nem tudom, emlékeztek rá, hogy már 3 hete böjtölt, és látszólag nem volt foganatja. Aztán egyszer csak megjött a válasz, és mivel kezdődött a válasz, ez külön érdekes szerintem, hogy megnyugtatta Dániát az angyal, hogy már 3 hete hallják az imáját. Tehát nem azért nem jött, mert nem figyeltek eddig. Ők tudják, hogy imádkozik Dániel 3 hete, de mi volt a baj? Emlékszik valaki közületek, hogy mi volt az akadály? Így van, akadályoztatva volt, mert ő maga is egy küzdelemben volt, ez az angyal. Emlékeztek, hogy kivel küzdött? Perzsia fejedelmével küzdött. Itt annyit, ha megengedtek, nem akarok nagyon eltérni, csak ha már szóba jött, nekem ez mindig olyan fura volt, mert nehezen értettem a helyzetet, és azt gondolom, hogy az adja a feloldást, a 10. fejezetben van, ha jól emlékszem, hogy Luthernál olvastam, a Luther fordításában, bocsánat, hogy Luther eleve úgy mondja, hogy angyal, Perzsiának az angyal fejedelme. Tehát magyarul nem a király, nem az emberi vezető, tehát hogy nem ugye általában a fejedelem, hanem az az angyal fejedelem, aki Perzsiáért felelős, tudnék a túloldalon, a démoni oldalon. Az Isten angyal fejedelme, ez az angyal, aki Dániát meglátogatja, azt mondja, ő nem emberrel küzdött, ő egy démonnal küzdött az ellenoldalról azért, hogy melyikig tudja befolyással vonni az emberi vezetőjét Perzsiának. És aztán azt mondja, aztán megjött Mihály, és az ő segítségével ő győzött, és most már tudott jönni Dánielhez. Miért érdekes ez? Hát leginkább azért, mert küzdelem van mindenhol, az is kiderül a történetből. Fenn is a lennlátható világban is folyik ez a küzdelem azóta is, emberekért, emberek lelkért, az emberek fölötti befolyásért, itt most fizikailag is látszott ugye az alaptörténetünkben, és az is tanulság, hogy amikor valami nem történik meg, amit nagyon szeretnénk, lehetnek azok egyébként hétköznapi dolgok is, nem tudjuk, hogy mi játszódik a háttérben. Az a legritkább esetben, hát nem is így mondom, ez csúnya így mondani is, hogy az kizár dolog, hogy az Isten valamire nem figyel és nem vesz észre egy kérést. Ezt én merem állítani. A legapróbb és leghétköznapi kérésünket is. Nem azon múlik, hogy nem hallja, nem azon múlik, hogy nem akarja, hanem így mondanám, hogy szempontja van, amiért vagy várnunk kell, vagy amiért elmarad magának a kérésnek a teljesülése, úgy gondolom. Dániel 3 hete böjtölt és imádkozott. Nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok önmagatokkal, hogy mennyire vagytok kitartóak az imádságban. Őszinte tekinteteket, meg visszajelzéseket láttam. Én magammal példálózok, mert úgy illik. Tehát én rossz példákat fogok mondani és magamról, hogy lássátok, hogy én hol szégyeltem el magam ilyen téren. Banális is lesz, ne haragudjatok, de hát azért elmondom. Amikor gimnáziumba jártam, akkor én Egerben nőttem fel. Tudjátok, nem volt a szocializmus idején olyan az ellátottság a vidéki városokban, és akkor hát néha egy pár havonta feljöttünk Pestre, hogy hát ha van valami olyan, ami nekünk jó lenne a lakásban, anyám nevelt egyedül. Mondom, ilyen gimnazista korú voltam, és a Rákóczi úton, ahogy mentünk a keleti pályaudvarton, odaérkezett a vonat, voltak ilyen nagyon klassz órásboltok, ilyen kicsik, nem tudom, láttatok el, azok nem nagyok az órásboltok, és akkor ott a kirakatban voltak gyönyörű automata Seiko órák, ami hát nekem akkor sokat jelentett, ma is sokat jelent. És annyira szerettem volna egyet venni, és ilyen 3000 forint körül voltak, és az volt bennem, hogy hát az sok, meg ugye mi nem voltunk nagyon elengedve anyagilag, és úgy voltam, hogy az érettségi majd, ha kapok ajándékot a rokonoktól, akkor abból megveszem az órát. És képzeljétek el, hogy eljött az érettségi, és a rokonok rendesek voltak, de 1500 forint jött össze, máig emlékszem. Úgyhogy fél órát meg nem adnak, az csak olyan fogalom, hogy fél óra, és azt lett a vége, hogy vettem egy karton bibliát. Mert jó szándék volt bennem, tehát azzal együtt csalódtam. Nagyon érdekes, hogy egy olyan szériát vettem meg, amilyen ritka tördelés volt, tehát nem nagyon volt sok, amely külföldi nyomat volt akkor. És akkor többször volt, hogy kollégáim mondták, hogy abból a bibliából nem tudna adni, mert megszokta, hogy hol van, mi hol van, és hogy nem akar áttérni. Úgyhogy még jó is jött. Ez volt 18 éves koromban, aztán a hadsereg szólított, én nem tudtam ellenállni, bevonultam, eltelt egy év, után elmentem az egyetemre, eltelt még vagy 2 év, dolgoztam egy kempingbe, elég jól tudtam németül, és hát ilyen rendesek voltak, németek, hollandok meghívtak magukhoz, hogy ha arra járok, hát akkor nézzek be. Hát mondom, akkor egyszer arra járok, és akkor 85-ben, igen, akkor másodikos voltam már egyetemen, második, harmadik között. Akkoriban volt ilyen, tudjátok, hogy 3 évente egyszer egy hónapra lehetett elmenni, és akkor én elmentem egy hónapra Németországba, Hollandiába, bementem Hamburgba, volt egy ilyen, minek hívek, ilyen bevásárló központ, ilyen plázaszerűség, és ott is volt órás volt, és hát régi énem megrohant, láttam Seikót,
bementem, és mondom a hölgynek, hogy hát szeretnék egy Seikót, és mondta neki, hogy hát ilyen 100 márka körül, az olyan 1600 forint volt akkor. És mondja a hölgy, hogy hát annyiért ő csak automatát tud adni, mert ugye akkor jöttek a kvarcórák, a kót nagy szám. És mondom, hát én pont azt szeretnék, és akkor mutatott egy órát, és megvettem rögtön 100 márkáért, hogy hatásosabb legyek, elhoztam különben, tehát ez az, 85 óta őrzöm és ápolom. És az történt, hogy hazajöttem, hogy bocsánat, hogy így hosszan mondtam, csak most jön a csattanója, hazajöttem, és anyámnak mutattam, hogy hát vettem ilyen leértékelésebb pólót, cipőt, de tényleg úgy voltam, hogy jó dolgokat vettem, és olcsón, és mutatom az órát. És akkor anyám annyit mondta, hogy hát fiam, te pont ilyet akartál 3 éve. Hú, és akkor úgy megállt bennem valami, én tényleg pont ilyet akartam, és én teljesen úgy értem meg, nem tudom, hogy vagytok vele, ne létek rosszében, hogy én úgy értem meg, hogy én már nem tartottam számon a saját nagy célomat, és megadatott nekem az életbe az, hogy az Isten meg megengedte azt, hogy meglegyen, amit szerettem volna, és ez nekem egy örök emlék, mindig ez jut eszembe erről az óráról, amikor hordom. A másik példám, ahol álhatatlan voltam, az kicsit súlyosabb, bocsánat, hogyha valamivel hosszabb ez, de érdekes. Nektek még azt hiszem nem meséltem, nekem a bal fülem egyszer leszakadt, úgy van visszavarva, tehát egy autóból kiestem, balesetért Kecskemét határába valamikor 89. februárjában, és bennem volt a szorongás vasárnap volt, hogy ki lesz bent, akkor még nem is tudtam, hogy leszakadt különben, azt bent tudtam meg a kórházban, azt hittem csak úgy vérezget vagy valami. Hát a cimpa tartotta gyakorlatilag, mint a vizslának olyan volt. És nem tudtam, hogy mi lesz. Amikor megtudtam, hogy mi történt, akkor persze aggódtam, hogy mi lesz. És kérdeztem a dokit, egy ilyen jó kisportolt, sváb alkatú doki volt, a Hauk István doktor úr, nagyon jó fej volt. Kérdeztem, hogy megmarad-e a fülem, mert akkor megtudtam, hogy mi a tét. És akkor mondta, hogy hát azt mondja, majd egy hét múlva megtudjuk. Azt mondja, én most visszavarrom, az biztos, de hogy megmarad-e, azt nem ígéri meg. Hát ne tudjátok, meg olyan volt, mint a Jákob éjszakája, komolyan mondom, mert úgy éreztem, hogy hal el a fülem, ugye, ahogy a keringés nem volt benne. És gondolkoztam magamból, hogy ugye még legény is voltam, hogy mi lesz így, meg, de már igen hirdető voltam, hogy mi lesz, hogyha a szószéken a hiányt nézik majd, ugye, hogy nincs ott. És akkor reggel mentem, tudom, a nővérállásba, hogy új kötést kérek. És akkor kinevettek a nővérek, hogy azt majd a doktor úr dönti el, na, menjen vissza szépen az ágyába. Akkor átvitte, és akkor minden nap kötötte a héten. Akkor megkérdeztem, tudom, kedden, hogy valami részeredményt tud-e mondani, izgultam, hogy mi lesz, és akkor mondta, hogy nyugodjon meg, nem marad a kezébe, tehát ilyen kicsit közvetlen volt. De olyan bátorító volt, mert éreztem, hogy ért hozzá. Eljött a hét vége, bennem volt az is, hogy mi lesz a szombaton, kórházba leszek, kiadtak, akkor az volt, hogy mi lesz a szombaton, be kell mennem kötözésre. Mondták, hogy szombaton nem kell bemenni kötözésre. Nem, mintha valami nagy dolog múlna rajta, de nekem ez szokatlan volt, hát én mindig szombaton gyülekezetben voltam. És most jön az érdekes rész, hogy pénteken, vagy már hétfőn utána kiállította a zárójelentést a doki. És hát ez azt kell tudni, hogy egyszer már kedden mondták, hogy nézzem meg, de hát mondtam, hogy én nem az az alkat vagyok, aki ilyesmit néz. Aztán mondták, hogy de hát milyen férfi vagyok, mondtam, hogy hát tényleg milyen férfi vagyok, oda mentem a tükörhöz. Hát borzasztó volt, ilyen fekete volt, olyan volt, mint most csak fekete, meg hát fekete cérnával volt varva, ugye az is fekete lett a férfi. És ezen felbátorodva, amikor már az árujelentést írta, oda mentem a tükörhöz, hogy ma férfi leszek, belenéztem, és nagyon furcsa volt a fülem, megvan nektek őszintén. A Niki Laudát, nem tudom, ismertek, ez egy autóversenyző, és neki plasztikailag csináltak egyet, és hát olyan, de mégse olyan. Tehát nincs benne ez a porcokban, tudjátok, egy ilyen hullám, hát teljesen sima volt. És akkor mondtam az orvosnak ilyen önként, hogy de doktor úr, hát mondom, hova lett a minta a fülemből? És akkor a doki mondja, hogy hát ja, azt mondja, hát vagy a minta, vagy a fülem, mert azt mondja, hogy ha lazára kötöm, van minta, de nem for vissza, meg nincs keringés, hát nem lazára kötöttem. Hú, hát akkor úgy voltam vele, hogy nem ilyet gondoltam. El voltam keseredve, bocsánat, ez az alaphelyzet csak, és most már rövid lesz, és akkor elkezdtem imádkozni. Hát, hogy a jó Istennek mindenre van lehetőség. Ez a doki olyan rendes volt, végülis megmaradt a fülem, ennek örülhetek. Nyilván az is az Isten kegyelme volt, és tényleg egy nagyon jó orvos voltam, megy a legjobb orvosa után tudtam meg. Tehát az ő kezébe kerültem, és végig az ő kezébe voltam. És az a lényeg, hogy elkezdtem imádkozni, hogy hát a jó Istennek van, erre is mondja, hogy visszaalakuljon a fülem az eredeti formára. És 3 hétig imádkoztam, mint Dániel. Már nem azért, csak 3 hét után, én szégyenem, én ezért mondtam most nektek, hogy én elvesztettem a fonalat. Tehát elkezdtem, tehát már kimaradt az imáimból, de nem direkt. Álhatatlan voltam, ezért mondtam már a történetet, és még vagy 3 hét eltelt, és egyszerűen, amikor borotválkozok, akkor nézem a tükörbe,
hogy hát amit most látjátok, most nem igen mondtátok volna meg, ha ezt nem árulom el. Voltam úgy fodrásznál különben utána, hogy így feszegette a fülemet, és mondtam, hogy ne feszegessem, mert nem fog annyit engedni, mint a másik. Azt mondja, de miért nem? Hát mondom, úgy van visszavarva, nem látja. Azt mondja, ne vicceljek. Ugye fodrász az itt dolgozik, meg látja. Ugye icipicit ki kellett metszenek, hogy varni tudják, úgyhogy erre mondta egy barátom, hogy az úszók ezt pénzért csináltatják, hogy áramvonalasabb legyen. Meg a másik egy kockázat, hogy közé megy a vér, mint a birkózóknak, és akkor, és ezt mind megkímélt a Jóisten. És az a lényeg, hogy mikor már nem imádkoztam, és már rég nem imádkoztam, akkor azt tapasztaltam, hogy meglett a mért, amért nem imádkoztam, már nem imádkoztam. Nem tudom, értitek, és bocsánat, hogyha ez túl személyes volt, csak nekem ez egy nagyon meghatározó élmény, és ezzel akartam átadni, hogy milyen az, amikor egy ilyen fontos dolog, mert ez fontos dolog. És én ebben is álhatatlannak bizonyultam, és Isten az álhatatlanságom ellenére megtette azt, amit annyira szerettem volna. És akkor már nem beszélek olyan dolgokról, apróság, hogy egyszer vettünk egy étkező garnitúrát az IKEA-ba, így egybecsomagolva, 6 szék meg egy asztal, elég nehéz. Egyedül voltam, bebillegtettem, egy Yarisunk volt ezelőtt, egy Yarisba hátra, és akkor mentem haza, és az volt bennem, hogy egy ilyen egyirányú utcával laktunk Pesten akkor, mindig dugig volt a parkolás, és akkor úgy voltam, hogy hogy fogom én ezt felvinni, nyilván darabokba, de hát akkor is az utca végéről, vagy a szomszéd utcából. És képzeljétek, hogy befordultam a sarkon, nem imádkoztam, tehát nem is imádkoztam, csak magamban egy kérdés volt, befordultam a sarkon, egy darab szabad hely volt az utcában. Úgyis kitaláltuk, hogy hol, így frontálba a kapu előtt, az az egy. Én ezekre mondom azt, nem tudom, lehet, hogy túl kegyesnek érzitek, de szerintem nem azt, hogy szerintem az Isten gondot visel rólunk. Akkor is, amikor nem kérjük, és olyan dolgokban is, hogy már magam szégyellem, hogy mi mindenre van gondja. A kérdésem az az, most itt az illusztrációktól visszakanyarodva, hogy mi a ti tapasztalatotok, hogy mennyire vagytok ti állhatatosak az imádságban. Én arra mondtam például, hogy még a magam ügyében sem voltam az. És Isten mennyire szeretné, hogyha az ő ügyében is állhatatosak lennénk. Legyünk a magunkéban is, de legyünk az övében is. Van itt még egy dolog, amire szeretnék kitérni, ezek a mellékszereplők ebben a történetben, ez Áron és Húr. Hát ők azt olvasok, hogy ott voltak, meg támogatták Mózes kezét, de én erre szeretnék jobban kitérni. Ugye, amit már mondtam, hogy nem állhattak Mózes helyére, sem a botot nem foghatták, sem nem imádkozhattak helyette, nem lehetett, ez a Mózes dolga volt, viszont Mózes egyedül ezt a helyzetet nem tudta volna megoldani. Szükség volt Áronra és Húrra a segítségre. Nekik addig terjedt a lehetőségük, de azt nekik kellett megtenni. Azon gondolkoztam, hogy mi is kerülhetünk olyan helyzetbe az életben, hogy van valaki, akinek látjuk a küzdelmét. Ez lehet magánéleti jellegű, egészség, vagy emberi kapcsolatok, vagy család, vagy éppen szolgálati jellegű, egy olyan feladatkört lát el, amit ő kell, hogy ellásson, és látjuk, hogy küzd az illető, akkor mit tudunk csinálni? Nem léphetünk be emberek helyébe. Vannak olyan élethelyzetek, ahol igen, nyilván olyan is van, de most arról beszélek, amikor nem. Amikor nem léphetsz be emberek helyébe egy élethelyzetbe, akkor mit tudsz tenni? Akkor nem mondasz, hogy nem tudsz semmit tenni. Azt, amit Áron és Húr tudott tenni, azt mindnyájan meg tudjuk tenni. Hogy támogatjuk. Igen, nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen, hát egy ilyen réteges, vagy több lépcsős dolog, hogy kiharcolta a fizikai küzdelmet ebben a küzdelemben, és az harcolni kellett fizikailag, Józsué és az emberei. Ki támogatta őket ebben? Mózes imában. És Mózes kitámogatta? Áron és Húr. Ez egy igazi csapatmunka volt. Egy olyan munka, ami csak együtt juthatott célhoz, vagy érhetett el a győzelemhez, és a nap végére elért, és a szereplők nem cserélhettek helyet egymással. Ugye ez megfigyelhető ebben a történetben. És ez egy ráadás ahhoz, amit mondtam, hogy és a csata alakulását is hogyan követhetjük. A győzelemhez mindenki kellett, és volt, akinek az volt a dolga, hogy az effektív harcot folytassa, egy-kül egy más élethelyzetben pedig majd másnak lesz ez a feladata. Valakinek az, hogy kitartó imával támogassa, és van, aki az imádkozót kellett, hogy támogassa. Kedves gyülekezet, szerintem ez a történet arra is tanít bennünket, hogy felismerjük azt, hogy nagyon sokszor nekünk az Isten művében csapatmunkára van szükségünk, és azon belül mindenkinek megvan a maga helye. Ami változhat élethelyzetekben, tehát nem mindig ugyanaz, de egy adott élethelyzetben megvan, hogy kinek van az a dolga, hogy a frontot viszi, átit értelemben is, ha úgy tetszik, effektíve cselekszik, ki az, aki imában támogatja, és ki az, akinek az is egy szép feladat, hogy az imádkozót támogatja imában. Ne érezzétek kevésnek azt, hogyha úgy érzitek, hogy idézek, hogy csak imádkozni tudtok.
A csak az ide nem illik. Mózes csak imádkozott, és ezen múlt a győzelem, emlékeztek, kéz fenn, kéz lenn. Csak elmondom, még bár nagyjából a végre értem a mondandómnak, hogy olvastam olyat a világban, hogy például anyahajókról, tudjátok, ezek a hatalmas szerkezetek, sráckoromban is olvastam, hogy azt hiszem a Nimitzről olvastam, az egyik amerikairól, hogy 6000 ember szolgál rajta, 270 azt hiszem pilóta van, vagy repülőgép, ők szállnak fel, és az összes többi miért van a hajón, hogy ezek fel tudjanak szállni. És akkor csináltuk, tudom, milyen interjúkat is ott emberekkel, és akkor most nem akarok hát olyan fura lenni, de hadd mondjam, hogy van akinek az a dolga, hogy takarít a hajón. Van akinek az a dolga, hogy a WC-t tisztán kell tartani, mert ez az ő dolga. És mindenki úgy fogja fel, amit csinál, azt azért csinálja, hogy ez a hajó el tudja végezni a dolgát, és az a 270 pilóta, aki a frontot viszi majd, az fel tudjon szállni. Sokkal több emberre van szükségük a háttérben, mint ahány megjelenik az előtérben. És kedves gyülekezet, sose becsüljük le azt a lehetőséget, hogy mi is részesei lehetünk ilyen küzdelmeknek, imádság által. Adott esetben szerintem az is jó, hogyha megosztjuk egymással azt, hogy mi imádkozunk érte, hogy tudja az az ember, hogy erősítse, hogy nincs egyedül, hogy tudatában legyen. Tehát ne csak imádkozzunk, ez nem egy kegyes dolog, ez egy őszinte dolog, hogy és szüksége van rá másiknak, hogy tudja, hogy ő rá gondolnak, ő rá imádkoznak. Adott esetben az imádkozóért is imádkoznak, mint ebben az esetben. És hogyha megtaláljuk a magunk helyét ezekben az élethelyzetekben, mint gyülekezet, vagy ennek egy része, akkor mi is meg fogjuk tapasztalni azt, amit ők megtapasztaltak. Tudnék, egy hatalmas győzelmet arattak, amiben döntő szerepe volt nyilván Józsuének és az embereinek, de úgy tűnik, hogy leginkább mind múlt a dolog, hogy Mózes keze a magasban tudott-e lenni, hogy Mózes tudott-e imádkozni. Azt kívánom, hogy Isten bennünket is tegyen imádkozó emberekké, ez a történet is ebben erősítsen bennünket, de még inkább kívánom, hogy a saját tapasztalataink is majd újra meg újra ebben megerősítsenek bennünket. Amen.